A kormány azt ígéri, hogy mindenkinek időben kifizetik a bérét. A vezetés korábban közölte, előfordulhat, hogy Kijevnek késleltetnie kell 500 ezer közalkalmazott és másfél millió tanár fizetését, valamint 10 millió nyugdíjas kifizetését, ha nem érkezik meg a külföldi segély. Denis Smihál miniszterelnök azonban most kijelentette, a pedagógusok és az orvosok, illetve a nyugdíjasok havi kifizetése időben meg fog történni. Sőt, Márciusban az indexálásra is sor kerül. 2024-ben Ukrajnának több mint 37 milliárd dolláros külső finanszírozásra lesz szüksége ahhoz, hogy teljesíteni tudja kötelezettségeit.